Könnyedén hajt át a felújított úton ez az autó Siágónak főutcáján. A fejlesztésre a helyiek régóta vártak már. A több mint 30 éves járhatatlan rossz minőségű utakra sokat panaszkodtak a sofőrök, különösen az autóbusz vezetők, mondja Jágónak polgármestere. Nagyon örülünk neki, nagyon rossz minőségű, úgymond már járhatatlanok voltak az útjaink. Nagyon sokszor jelezték a volántól, hogy hát nem nagyon jó szándékkal szeretnék beengedni a buszaikat. A Kaposszeg Csöti Jágónakot és Meződöt összekötő út egészen Baranya és Tolna megye határáig újult meg a településfejlesztési operatív programból elnyert 346 millió forintból. Országos szinten a Magyar Közút Nonprofit ZRT több mint 529 kilométer új utat újít teljes körűen fel. Ez a burkolatokat, patkátokat, vízelvezetőket jelenti. Ez az út is gyakorlatilag teljes körűen fel lett újítva, Tolna megyei szakasza, ami 6,2 kilométer, illetve az út tartalmaz egy hidat, a Sáradi patakon a lévő hidat, az is teljes körűen felújításra került. Tolna megyébe 27,5 milliárd forintnyi topforrás érkezik. A projekteknek zöld utat adó Tolna megyei önkormányzat elnöke azt emelte ki, a megyét járva úgy tapasztalják, jó helyre kerültek a források. Hiszen mindenki a köszönet hangján, a dicséret hangján, vagy pedig a kicsit morózusabbak azt mondják, ugye megmondtam, hogy ezt kellett csinálni, és egyébként akkor rájöttünk, hogy tényleg ezt már nagyon régóta, nagyon sokan szeretnék a településen végrehajtani, csak igazán nem volt rá forrás mostban. Tolna megyében hazai és uniós forrásból összesen 51 kilométernyi út újul meg. A fejlesztések 70-80%-a már elkészült. Tolna megyében egyébként megközelítőleg 1100 kilométernyi út van.